modern hadseregek jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a katonákat minden időjárási és taktikai körülmények között megfelelő ruházatba öltöztessék. Ennek folyamányaként létrehoztak például olyan nadrágokat, amelyek vagy vízállóak, vagy megnövelt vízálló képességűek. Ezeket tekintjük át röviden. Pentagontól a Hydra nevű nadrágot mutatom be nektek a vízálló vagy megnövelt vízállóságú kategóriában. 88% nejlon és 12% elasztán a szövet összetétele. Ezekből az adatokból látszik, hogy egy nagyon rugalmas anyagról beszélünk. Ebből adódóan az összes bemutatott nadrág közül ez a legkényelmesebb viselet. A második generáció tulajdonképpen ez a nadrág. Az elsőnél még a térnél, illetve az ülepnél a megerősítések más színűek voltak, tehát amolyan bikolor rendszer volt. Sok kritika érte ezt, sokaknak ez nem tetszett, ezért a gyártó a következő szériánál kivette a más színű foltokat, és ugyanazzal a színnel dolgozik az egész nadrágon. A zsebek elhelyezése nagyon kellemes, nagyon jó, mély, használható zsebekről van szó. Olyan apróságokra is figyeltek, hogy a bicskának, multiszerszámnak a megerősítés ott legyen, mint általában a taktikai nadrágok esetében ez lenni szokott. Szintén tartalmaz ugye mellső combzsebeket, egy plissé megoldással, ami design elem is egyúttal. A térnél a megerősítések jól láthatóak, illetve boka részen is ügyeltek erre. Ott ugye mindig összerugdaljuk a nadrágunkat. A farzsebek pedig diszkrét, cipzáros rendszerűek.